Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Zeev Paskesszal a Schillbe, a heti szakaszról fogunk beszélni, tanulunk is egy kicsit, de mindenek előtt, Zeev, mi is az, hogy Schill? Schill, az tanházat jelent. Úgy így látod, telekönyvekkel, ez a hely, ez a zsinagóga, ahol tanulni is lehet. A nagy templomba, a nagy templom az igazából Bét Knesset. Bét Knessetben nem lehet tanulni, az csak imádkozásra van. Ez a hely, ez tanulásra, étkezésre, ivásra, és azért, hogy emberek itt legyenek, itt üljenek, és itt tanuljanak Tajret. Arra van. Na, akkor nézzük meg, hogy mi is a heti szakaszunk. Pilpulazzunk egy kicsit. Ja, mi az a pilpul? Pilpul az egy nagyon, az nagyon mély talmudi értekezés, egy nagyon mély talmudi vita. Azt azért most nem ígérek. És egy kicsit a heti szakaszról. Jó, jó? Akkor kezdjük. Heti szakaszunk az a Vaikro, tehát Mózes harmadik könyvének utolsó heti szakasza. Bechukaiszáj. Ez nagyon érdekes, ugye ebben a heti szakaszban tulajdonképpen a két leglényegesebb eleme a heti szakasznak, az áldások, ha tartjuk a Tórát, és úgy viselkedünk, hogy a Tóra megköveteli, tartjuk a parancsolatokat, a micvákat, akkor áldás, ha nem, akkor itt nagyon kemény figyelmeztetések, fedések, büntetések állnak, mi van, hogyha nem tartjuk. De ha megnézed, akkor nagyon érdekes, az összes áldások, amik állnak, ugye úgy áll, hogy fogom adni az esőt idejében, a föld fogja adni a gyümölcsét, eléri az aratás, eléri a következő évi szántást, annyi lesz a betakarítás, olyan sok termény lesz, béke lesz, nem csak, hogy béke lesz, nem, hogy nem lesz háború, és nem fogtok veszteni, az természetes, de még katona sem fog átvonulni, tehát még át sem vonulnak az országodon katonák. Tehát látni, hogy áldás, áldás, áldás után, de, ami érdekes, ez mind nagyon földi áldások. Tehát semmi nem szellemi dolgokról, nem szellemi jutalmakról beszél itt a Tóra, hanem nagyon is földi áldásokat ad. Ezt kérdezik a bölcsek, hogy miért van ez így? A Rambam, a Maimonides mond erre nagyon két érdekes dolgot. Az egyik, amit mond, az az, hogy igazából ahhoz, hogy mi tartsuk a Tórát, ahhoz kérünk mi földi nyugalmat. Az azt jelenti, hogy békét kérünk, jólétet kérünk. Miért? Szerintem tudjuk, hogy ha egy embernek jólét van, nyugalom van, akkor tud elmélyülni a Tórába. Ugye a Pirkei Avosban az atyák bölcs tanítása azt mondja, ha nincs liszt, nincs Tajre. Miért? Ember éhezik, nagyon-nagyon magas szinten kell lenni, hogy ember éhezés közben tudjon Tórába foglalkozni. Majdnem lehetetlen. A Pirkei Avos igazából mondja fordítva is, hogy ha nincs Tajre, akkor nincs liszt, mert akkor meg mi értelme van? Mert csak az anyagi jólét után szalad, és nincs neki szellemi, akkor sem értelme. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az élet bölcsességei mind meg vagyon írva. Természetes. De ez van még egy nagyon szép, a Rambam mond még egy nagyon szép. Tehát az első válasz a Rambamnak az az, hogy tudod, miért van ez így? Azért, mert ahhoz kell nekünk az anyagi nyugalom, hogy tudjunk foglalkozni a Tórával. Ez az egyik. Mond még egy nagyon szépet a Rambam. A Rambam azt mondja, hogy igazából a Tóra az egy szellemi dolog. Az, hogy erre jár túlvilági boldogság és túlvilági jutalom, azt a Tórának nem kell mondani. Viszont a Tóra maga egy túlvilági, így van. Az érdekes dolog itt micsoda? Az érdekes dolog itt az, hogy ha tartod a Tórát, tartod a parancsolatokat, akkor e világi jutalmat is kapsz. Ezt igen kell mondani a Tórának. Hogy függ ez össze? Miért? Azért, mert tartom a szellemi dolgokat, azért kapok e világi jutalmat? Természetes, a Tóra azt akarja mondani. Igenis tudd meg, hogy az e világot is, ha tartod a Tórát, tartod a micvákat, akkor kapsz e világi jutalmat is. És szépen össze lehet kötni. Ugye ez az időszak, amiben most vagyunk, ez a Szfirat Hoajmer, az Omer számlálás ideje. Az Omer számlálás ideje nekünk összekapcsolódik gyászszal. Ugye ez volt az az időszak, amikor Rabbi Akivának 24 ezer tanítványa halt meg. Igen? Miért? Nagyon érdekes. Talmud azt mondja, tudod miért? Mert nem viselkedtek, nem adtak kóvedet egyik a másiknak, nem adott tiszteletet, nem adott megfelelő tiszteletet egyik a másiknak. Kérem, és nehogy azt gondoljuk, hogy egyik bántotta a másikat, ezek óriási nagy emberek voltak. Nem az a tisztelet volt közöttük, ami úgy látszik, hogy hozzájuk mérten kellett volna.
És nézzük meg, milyen szörnyű büntetés volt, hogy gyakorlatilag az akkori időnek az egész bölcsessége majd, hogy nem elveszett. Úgy áll, hogy 5 tanítványa maradt Rabbi Akivának. És az 5 tanítvány kezdte el újra felépíteni azt, amit Rabbi Akiva elkezdett. Mit mond erről a heti szakaszról, Rási, nézzük meg. Rási mond egy nagyon érdekes, az első Rási, nagyon szép Rási. Azt mondja, úgy áll, hogy ha a rendeléteim szerint jártok, és a micváimat, parancsolataimat őrzitek, és megteszitek őket. Ez az első mondat. És egy érdekes kérdés, most akkor mi? Hát az úgy kezdődik, hogy hogy mentek a rendeleteim szerint. Akkor ezt úgy értjük, hogy az lenne, hogy akkor ezek szerint tartjuk a parancsolatokat. Na, de akkor mi van utána még egyszer, hogy és a micváimat őrzitek? Hát akkor az első nem lehet. Akkor Rási azt mondja, nem. A micvájszájt is majru, azt mondja Rási, tessék nézni. Tartsátok. Azt mondja, ez arról beszél, hogy az első beszél, imikajszájt réki, azt mondja, ez nem az, hogy tartsátok a micvákat, igen? Hiszen akkor miről beszél a második feje? Arról beszél, se tűj amelimbe tajre, mélyüljetek el a Tórába. Tehát mélyüljetek el, nem csak felületesen. A Tóra mélységét tanuljátok, és nem csak azért, mert egy üres bölcsesség, mint egy filozófia, hanem azért, hogy mit szákat meg tudjátok tartani. Zév, ennyi amennyi belefért mai műsorunkba, de nem búcsúzhatunk el tőled annélkül, hogy megkérdezzük, ha valaki tényleg tanulni szeretne, ortodox ritus szerint itt a Kazinciba, hogy jöhet ide be? Hogy kezdhet neki, mondjuk az Alef-Bétnek? Semmi probléma, be kell jönni és elkezdeni tanulni. Kapok nyitva vannak, bárki jöhet. Persze, látosan. Kedves nézőink, ezen a héten a Kazinci utcai ortodox zsinagógába jártunk, ahol Zév Paskesszal próbáltunk egy kicsit tanulni, hisz szép dolog a tanulás, önök is csatlakozhatnak, bármikor ide jöhetnek, a hét mindennapján a zsinagóga, sőt a tanház is nyitva van. Ne felejtsék, férfiak jöjjenek tanulni, fedett fővel, az asszonyok meg nem túl nagy dekoltással. Köszönjük, hogy minket választottak.